A folytatásban is maradunk a növényvilág színes képviselőinél, hiszen a Kumpeszéritáj nőszíromállományával ismerkedhetünk meg. Elsőként a fátyolos nőszírom példányairól ejtünk szót. Itt vagyunk a Peszéri pusztán, és ha körbenézünk, a korábbi sárga és szürke és barna színeket lecserélte a zöld, a lila, a narancssárga és a rózsaszín, és egy nagyon érdekes növény kezdte meg éppen most a virágzását. Ha közelről megnézzük, jól látható, hogy ez egy nőszírom, amelyből már láttunk korábban. Ugye az apró nőszírom elkezdte a virágzást a száraz termőhelyeken, később elkezdte a virágzást, mostanra már le is virágzott a homoki nőszírom. Ez a következő faj, amely viszont már nem száraz termőhelyeken, hanem átmeneti termőhelyeken virágzik. Ez azt jelenti, hogy ezek a nőszírom fajok felosztották egymás között ezeket a változatos természetbeni állapottal, illetve környezeti feltételeken jellemezhető élőhely komplexet. Ő az átmeneti termőhelyeken virágzik. Ez azt jelenti, hogy a gyökere általában időszakos többletvízhatásnak van kitéve. Azt lehet látni, hogy egészen különleges, még a nagyon szép nőszíromok között is nagyon változatos a virágzata. Ez a nőszírom, mint majdnem minden nőszírom, mérgező. És nem csak hogy mérgező, hanem egy kifejezetten ritka növényről van szó, amely itt a Peszéri pusztán több százezer, sőt milliós számban virágzik. Miért van ez így? A nőszírom virágzatát a marha egyébként elfogyasztja, az a része nem mérgező. Azonban a nőszírom, hogyha lelegelik a virágzatát, akkor vegetatívan szaporodik. Ez azt jelenti, hogy ez a néhány nőszírom, amit itt látunk, ez körülbelül 10-12 egyed, ez valójában egy egyedként indult és vegetatívan szaporodott, úgy, ahogy a kertben is szoktuk a nőszíromot szaporítani. Amikor nem tud maggal szaporodni, akkor vegetatívan szaporodik, és egy sarttelepet hoz létre. Ez, amit látunk, egy tipikus nőszírom sarttelep. Alig pár métert jöttünk el a fátyolos nőszíromnak a termőhelyétől, ahol a felszíni víz nem mindig jelentkezik, de a gyökérzónában mindenképpen ott van. Ha egy picit lejjebb megyünk, akkor a lápréti zónához érkeztünk el, ahol már más fajok virágoznak, más fajok teremnek. Ez a gyönyörű növény a szibériai nőszírom, amely majdnem a legmélyebben előforduló nőszírom fajunk. Ez a szibériai nőszírom is egy védett faj, és lehet azt mondani, hogy ez is lila, az is lila, a fátyolos nőszírom is lila, de mégis jelentős különbségek vannak. Nem csak az, hogy ez egy mélyebben fekvő termőhelyeken előforduló nőszírom faj, hanem az is, hogy ennek a levelei sokkal keskenyebbek, csavarodottak. Ez a nőszíromfaj ugyanazt tudja, mint a fátyolos nőszírom a kevésbé erős vízhatásnak kitett területeken, nevezetesen megpróbál magról szaporodni, azonban, hogyha lelegeli a jószág, akkor vegetatívan szaporodik. Nagyon furcsának tűnhet az is, hogy a Kiskunságban láprétekről beszélünk. De valójában hazánk legnagyobb napjainkra is fennmaradt lápvonulata pont a Dunavölgyi síknak a keleti szegélyében húzódik végig, Ócsától legészen az Őrjegig, tehát császártöltésig. Ugyanis a homokhátságon lehulló vizek, csapadékeredetű vizek, azok, amik átjutnak a homokrétegen, szépen gravitációsan a Duna völgye fele szivárognak, és táplálják ezeket az elképesztően fajgazdag lápvonulatokat. Itt még napjainkban is megtalálhatók azok a lápréti fajok, amelyek hazánkban a legtöbb területről már eltűntek, például a szibériai nőszírom. Ettől a helyszíntől pár méternyi sétára belebotlottunk a tarka nőszírom egyik példányába. Ez a növény szinte kizárólag erdősztyep állományokban van jelen. Minimális humuszt tartalmazó futóhomokon, száraz termőhelyen találkozhatunk vele. Magyarországon védett évelő növényfaj, mely májusban és júniusban virágzik.